sziasztó. Mai videóban ezt próbálom megcsinálni, amit állt a csípő és sírte szány. Akciós volt a kóban, hát próbáljuk, na, mondjuk ez van a ottan, és van egy ilyen leírás rajta, hogy fagyasztott állapot, bőforró olajban vagy zsírban időnként megforgatva 8-10 perc alatt elkészítjük, meglátjuk. Akkor alányújtunk a zsírnak, aztán látjuk. Tehát azt írja, hogy 8-10 perc alatt, és most van 17:40. Ja, meg ezt időnként meg is kell forgatni, majd ahhoz meg szerzek mindjárt valami olyan. Hát, hogy több kéne, hogy nem, hát meg kéne forgatni néha. Nem mindegy, hát próbálkozunk. Hát, egy kicsit vissza kéne menni. Ja, ez hol? Na, próbáljuk. Lehet, hogy egy kicsit korán lett megfordítva. Hát már eltelt 6 perc. De már többször is megfordítottam, hogy tessék legyen, de hát nem tudom, hogy ez mikor lesz egy jó. De hát azt jelenti, hogy 8-10 percig kell, úgyhogy még várunk egy kicsit. Két perc, csak azért néha megforgatom, hogy biztosan, mert én ezt még nem túl korán fordítottam meg. Úgyhogy percenként átforgatom, hogy biztosan ne legyen baj. Na, szerintem most sikerült oda égetni. Úgyhogy szerintem most zárjuk el. Gyere már ki! És még fröccsköl is, szerencsére csak egy cseppel sikerült így a kezemet megégetni. Az semmi cég. Nyilván. Jó, akkor azt hagyjuk egyel kihűlni, a gáz már elzárta maradta. És hát akkor az eredmény az itt látható, hát azából úgy lenne az igazi, hogyha sülkrumpli is lenne hozzá, de hát az nincs otthon. Úgyhogy kis ketchuppal lehet felturbózni. Csípős fajta, de hát mindjárt megkóstolom. Tehátok, szerintem egy kicsit odaégett. De hát azért remélhetőleg még ehető maradt. És akkor ezt egy nagy bátorságot is megkóstolom. Mondjuk ez még viszonylag jól néz ki. És jó is lett. Jó íze van. Ilyen kis ketchuppal felturbózom majd. Hát mondjuk ez már nem biztos, hogy olyan jó lesz. De szerintem annak nagyon szépen csak a rántás éget meg. Igen. Na, az viszont nagyon. Nem tudom, mennyire látszik. Nem veszélyes, egy picit odakozmált a rántás, de tudom még megvetni. Mindegy, elsőre nem rossz kezdetnek. És megint nem kellett a podoltót használni, úgyhogy ez nálam már siker. Igen, a Citydex azt a mémet, amit gyártottál, nagyon találó volt. Úgyhogy szerintem be is vágom majd ide a videóba, ha ez elkészül. Úgyhogy akkor sziasztok, ez ennyi lett volna.